Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A következő képben szokatlan felállást láthatnak. Már ebben a stúdióban nagyon-nagyon gyakran megfordul Bakrár Lajos, és az utóbbi időben már én is, de így együtt még nem tudtunk beszélgetni, pedig nem először söpör össze minket az élet. Köszöntelek szeretettel. Szia Csilla. Bizony nem. Bizony nem, hosszú-hosszú évekre tekint vissza a ismertségünk még a középiskolában. Akkor még nem gondoltuk volna, hogy belőled nem hogy újságíró, hanem könyvíró is legyen, illetve az elektronikus média egyik jól ismert alakja, ami nagy sikert hozott életedben. Nem csoda, hiszen nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgozol. Tehát valahogy az ember úgy érzi, hogy ott vagy mindenütt. Majdnem mindenütt, de szerencsére még bírom. Én azt gondolom, hogy azt csinálok, amihez értek valamelyest, és amit szeretek, úgyhogy ennél több pedig nem kell. Ez természetes, szóval még szó nem is kell bele. Amin gondolkoztam, mikor készültem erre a műsorra, hogy vajon maga az írás, hogy jöhetett a te életedbe? Az írás alapvetés volt. Tehát én egy kis faluban, Sárszentmihályon jártam általános iskolába. Ugye már néhányszor már elmondtam, hogy a népköztársaság tanulója voltam, ami azt jelenti, hogy kitűnő elsőtől nyolcadikig fél évkor és évvégén egyaránt, ami azt jelenti, hogy nagyon sokat olvastam és írtam is. Tehát ez otthon elvárás volt nálunk. És hát leginkább persze az én, mint kisfiú, egy falusi kisfiú, a sok minden más mellett szerelmes leveleket írtam leggyakrabban, és ehhez pedig hozzájárult, hogy volt egy nagyszerű könyvtárunk otthon, tehát nagyon sokat olvastam. És ez így csak jött. A középiskolában ugyanez történt velem, ugye én a Teleki Blanka gimnáziumban kezdtem, aztán a Vasváriban folytattam, hiszen ott voltunk osztálytársak testnevés tagozaton, de ott is írtam, tehát a fali újság, a vasváris újságban nem különben. És ez megmaradt mindig. Az más kérdés, hogy nyilván én regényírásra nem is szakosodtam, bár volt bennem, rámozdultam egyszer-kétszer, de olyan regényeket nem akartam, illetve nem is tudtam volna szerintem írni, amire büszke lehetnék. A legtöbb könyved tulajdonképpen dokumentum jellegű, hiszen önéletrajzokat és a Fehérvári Beszélgetések című műsort írtad meg, de amikor még kezdted, akkor azért volt szó regényről is neked. Ahhoz, hogy kiírd magadból, saját magadnak kellett megélni a történteket, vagy fantáziád vitt? Jó magam találtam ki a történeteim zömét, az elején legalábbis. Aztán amikor bejött a sport, hiszen sportkönyvekkel kezdtem, mert hogy kiváló sportoló is voltál, tehát nem állt tőled távol. Az már adta magát, így van, de akkoriban, amikor én elkezdtem ralliról írni, tehát gyorsasági autóversenyzésről általában, azt annak köszönhetem, hogy megjelent Székesfehérváron a ralli. És az első időszakban hiánypótló volt ez, hiszen nem csak itt Fehérváron, de sehol nem írtak róla. És közben kiderült, hogy olyan érdekes színes személyiségek az autóversenyzők, hogy ők igenis megérdemelnek egy könyvet, hogy egy kicsit kibeszéljék magukból, hogy ne csak arról legyen szó, hogy rajt, cél, győzelem vagy éppenséggel nem győzelem. Szívesen beszélgetnék pályádról, csak attól félek, hogy kevés időnk marad a legutóbbi könyvedre, amelyet nagy örömömre itt tarthatok a kezemben. Nem könnyű. Igen, igen bőséges írásról van szó, de azt hiszem, hogy az alapja végül is adott volt. Demeter Vili bácsi életét dolgoztat fel. Demeter Vili bácsi egy csoda. Én hadd idézzek tőle, azért van itt nálam nyitva, hogy ő mondta egy beszélgetés végén, hogy mikor az ember a cél felé fut és érzi, hogy győzni fog, akkor minden oka megvan arra, hogy örüljön. Nos, én is pontosan ezért egyetértek vele, mint mindenben, majdnem csak. Én is örülök nagyon, hogy ez a könyv megjelenhetett, mert én azt mondom, hogy ez kortörténeti dokumentum. Nem csak Székesfehérvár története, hanem minden egyes olyan emberé, aki én azt mondom, hogy több emberöltön át megtett mindent azért, hogy a családja boldoguljon, hogy a családja boldog legyen, hogy a környezete a saját választott hivatásában elfogadja őt, hogy a saját választott hivatását a lehető legmagasabb szinten tegye, jobbá tegye a környezete életét, és ráadásul ezt egy olyan időszakban, hiszen azt mondjuk, hogy a 20. század
századnyi élet címmel én egy portrébeszélgetést is csináltam vele, illetve portrébeszélgetés sorozatot, és egyszerűen rácsodálkoztam arra, hogy mi minden férhetett bele egy ember életébe a 20. században. Tehát ebben a kötetben minden benne van, ami Székesfehérvárt, a székesfehérvári embereket nyugtalanította, jellemezte minden egyes olyan pillanatot mélységében is elénk tár Vili bácsi, ami fontos nekünk ma is. 1919-ben született, és azért, hogy a nézők számára is néhány gondolatot mondjunk róla, ő honosította meg Székesfehérváron a kosárlabdát és az öttusát, illetve ötszörös magyar bajnok is volt. Ezek mind olyan érdemek, amelyek persze felhívják rá a figyelmet. 94 évet élt, és pont abban az időszakban, ugye a két világháború közötti időszak, ami nagyon jelentős történelmi időszak volt, de te hogy találkoztál vele, hogy került hozzád az ő élettörténete? Úgyhogy a Demeter családról úgy tudni kell, hogy ugye öttusáról már beszéltünk, az első öttusa Európa bajnok Demeter Joska az ő fia, és az unokái pedig a Demeter fivérek, és ugye hát majd most Tokióban kiderül, hogy lesz-e olimpiai bajnokunk, én bízom benne, mármint Bence személyében, de nem csak őket, hanem az egész család egy, a Mellhartok, Cirbusok, stb., akik fontos szerepet játszanak Székesfehérvár életében. Vili bácsival pedig gyakorta találkoztunk, hiszen ő a Ciszter gimnázium is gyakorta megfordult, gépiparis tanárként pedig még többet volt a gépipariban, úgyhogy jó néhányszor összefutottunk. És amikor majd az egyik nagy állami kitüntetést kapta, akkor ez 2012-ben volt, akkor lehetőségem nyílt egy portrébeszélgetés sorozat keretében őt megszólítani. És ezt követően már nem lehetett kérdés, hogy a Vili bácsi nekem mindig a szívem kellős közepén lesz. És az egész családja egyébként egy fantasztikus család. Természetesen nagyon sok emberről elmondhatjuk, hogy sok mindent megért. Demeter Vilmosnak volt egy olyan tulajdonsága, ami miatt át tudta adni az életét, rettenetesen jó volt a memóriája. Igen, ő tisztán beszélt, világosan, nem köntörfalazott, szépen beszélt, magyarul beszélt, nem csűrte, csavarta, nem ment le, és mindig a mélységekre figyelt. És ez óriási erény. Én azt gondolom, hogy amikor óriási szerencsénk van nekünk is, hiszen a Magdolna nővérnek, Érdre a női Tiszter apátságban a lányának diktálta le az életét, aki felvette ezt Magnóra, és nyilván nem tematikusan. Tehát az emberfia nem úgy beszél az életéről, hogy csak a szépet és jót, hanem ő elmondott mindent. Márpedig azt tudnunk kell, hogy egy fantasztikus pálya előtt állt, amikor jött a II. Világháború. Ahol részt vett a harcokban, majd ezt követően hazajött, de utána megint ment, és a végé természetesen ezt nagyon is idézőjelbe tegyük, ott várt rá a fogság. Onnit haza kellett jönnie, új életet teremtenie, családot alapítania, a családot nevelnie a maga Krisztus rendjében. Úgyhogy ez egy csoda. Hallgattad a beszélgetést, és mit éreztél benne, történetet mondál, vagy azért a filozófiáját is megérte az életének? Szerencsé, hogy Vili bácsi soha nem csak pusztán történetet mesélt. Neki hitvallása volt. Ezért minden egyes mondat fontos ebben a könyvben is, minden egyes vessző, kettős pont, minden egyes jelzős szerkezet valóságos. Tehát soha nem úgy érzed, hogy egy regényt olvasol, bár nagyon érdekes és színes történetek vannak benne, hanem érzed, hogy ez az ember mindent megtett azért, hogy boldoguljon a családja, boldoguljon a környezete. Mit éreztél, miért szeretnél megosztani a közönséggel az életét? Hát ezt ő igazából nem szerette volna, egyszerűen Magnóra mondta Magdolna lányának. És végül a család döntése volt, hogy ebből szülessék egy könyv, mert hasonlóan gondolkodnak mind a 30-an, tehát a unokáktól kezdve. Mert hogy 7 gyermeke volt, ha jól tudom. Igen. És tehát mindnyájan hasonlóképpen gondolták, és én nagyon-nagyon örülök, hogy ránk esett a választás.
Néhány részletet emeljünk ki az életéből, amivel fel tudjuk kelteni az érdeklődést a könyv iránt. Én mindenképpen azt a részt szeretném, ami a sportra vonatkozik, hiszen az példaértékű megteremteni Székesfehérváron, egy vidéki városban olyan sportágokat, amelynek nincs hagyománya, és ráadásul úgy megteremteni, hogy azóta szárnyal, ha úgy tetszik. Tehát én azt gondolom, hogy a kosárlabda, a röplabda, az öttusa és minden, ami sport, azt a Vili bácsinak köszönhetjük. Nem felejthetjük ki természetesen belőle Csukás Bandi bácsit sem, a Teleki egykori nagyszerű tanárát, aki barátja volt, és ha úgy tetszik, harcos társa Vili bácsinak. Tehát ez az egyik fontos. A másik pedig hitelesen megismerni a II. Világháború történetét, ma már úgy gondolom, hogy kötelesség. Amikor arról beszélünk, hogy nagyon gyakran ránk sütik a bélyeget, hogy mi szeretünk a múltban révedezni, nos, erről szó sincs. Vili bácsi olyan szinten mutatja meg nekünk a harcokat övező történéseket, mindazt, ami egy ember lelkében, akinek a családja itthon van, 1000 kilométerre, több 1000 kilométerre, hogy az példaértékű. Ugyanez vonatkozik a hadifogságra. Ugye óvatatlanul is mi azt gondoljuk, hogy ott főleg egy tisztnek, hogy fenékig tejfel volt, ha úgy tetszik, de hát én azt mondom, hogy a mínusz 20-30 fokban a leírások alapján olyan mérhetetlen szomorúság töltene el bennünket egy nap után is, egy kicsit olvasva, hogy meg kell, hogy értsük azokat a gondolatsorokat, amelyeket Vili bácsi papírra rótt. Rengeteget szenvedett, ha előszóból is kiderül, éhezett, aztán bogarakkal és rákcsálókkal volt problémája, amely visszajött és jelentkezett, amikor gyermekeit nevelte. És ott jelentkezett az is, hogy az éhség miatt próbálta a gyerekeit mindig jól táplálni, és illetve a rákcsálókkal való küzdelme miatt a gyerekei is utálják a rákcsálókat természetesen. Tehát épp azon gondolkoztam, amikor az előszót olvastam, hogy bizony, hogyha valaki így él, mégis tud 94 évet élni, mégis tud 7 gyermeket felnevelni, és mégis marad lelkesedése és ereje sportágakat elindítani. Egyébként a sportág elindítása is érdekes, mert ő maga ugye atléta volt. Igen. Mégis a kosár még és az öttusa. Atléta. Hogy vajon, hogy miért pont a kosár, és miért pont az öttusa, amit elhozott Fehérvára. Csapatban gondolkodott. Tehát az atléta soha nem lehet csapattag, bár lehet, hiszen váltóban nyert bajnokságot Vili bácsi, tehát nem is így értem ezt, de a csapatsportágok megteremtése az egy olyan lépcső minden egyes ember számára, aki tudja, hogy mit jelent a közösség és a csapat. Tehát ezt az alapot kell nekünk tekinteni. Az, hogy adta magát a kosárlabda és a röplabda, az már egy másik dolog. Mert az volt. Nyilván a ifjú hölgyeket nem lehet labdarúgásra nevelni, de ha valaki rádöbben arra, hogy ők méltatlanul háttérbe szorulnak sporttekintetében, és egy ilyen városban, mint Székesfehérvár, ahol azért a sportnak van hagyománya, de a női sportnak nagyon kevéssé, azt hiszem, ha csak ennyit tett volna életében, már akkor is főhajtást érdemel. Említettük már, hogy 7 gyermeke volt. Tudunk róluk valamit? Azon kívül, hogy ugye Magdolnát persze, hogy tudjuk, hiszen tőle sikerült az alapanyaghoz hozzájutni a könyvhöz. Igen, hát ők gyakorta találkoznak, hála Istennek, hiszen a Vili bácsi második felesége, Polczer Erzsébet, lakik, él a Vili bácsi az egykori közös lakásukban, a Jókai utcában, és a legnagyobb szerencsénkre boldogságban, békességben, és a könyv mellékleteként a fotókon látszik, sok-sok gyermeke és unokával körülvéve találkoznak hétről hétre, mise előtt, mise után, együtt természetesen járnak istentiszteletekre, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy boldog család. Örülök, hogy a fotókat is említetted, hiszen nagyon szép gyűjtemény van a könyvben. Mit láthatnak az olvasók? Hát tulajdonképpen, ha megfogjuk a könyvet, és akkor látni fogják természetesen, hogy a nagyszülőkkel kezdődik az egész, és egy olyan, hát próbáltunk egy olyan teljesen átfogó képet mutatni, amit a család összegyűjtött és mi is őriz. Tehát itt ha azt mondjuk, hogy Demeter Gyula az édesapa bizonyítványa 1896-ból, Vili bácsi
1922-ben, 24-ben, 29-ben, aztán a Szent Imre kongregáció zászlajával Vili bácsi, a Ciszter gimnázium futballcsapata 1937-ből, természetesen számtalan atléta kép, hiszen érettségi tablók, hiszen atléta volt a Vili bácsi, az első házasságlevél a családból. Kéziratok fotóját is láttam. Kéziratokat is láttam. Igen, fotón. És ráadásul ugye a II. Világháború, tehát a hadifogság idején Vili bácsi jegyzetet, naprólészetek vannak benne 1944-45-ből, egy faragott sakkészletről fotó, amit ő maga készítette a hadifogságban, illetve ahogy ül és ír egy kis széken, a nemzetközi norma jegyzet, szintén a hadifogságból 46 májusát írunk akkor már. Itt vannak az utalványok a díjmentes hazautazásra, mármint a hadifogságból, hogy miként használta. Majd ezt követően a színes tanári pályafutásáról jó néhány kép. Úgyhogy nekünk óriási szerencsénk volt, ha úgy tetszik, mármint Erikával, Simon Erikával, aki a fotókat gondozta, mert a család mindent megőrzött. Emellett pedig, ha már itt tartunk, akkor természetesen szó kell, hogy essék Tóth Adriánról, nagyszerű munkát végzett tördelőszerkesztőként, illetve Bakonyi Pista volt a lektor, József Attila Díjas irodalomtörténész barátunk. És az ajánlást pedig a polgármester úr írta. Igen, mert hogy Székesfehérvár városnak nagyon sokat köszönhetünk, ebben az értelemben mindenképpen. Amikor Cserpakovics András polgármester úr megtudta, hogy készülőben van egy ilyen könyv, illetve lehetőség nyílik arra, hogy ez megjelenhessék, akkor behívott és leültünk és megbeszéltük, hogy milyen elvek és hogyan mentén képzelem én ezt el, és a város önkormányzatának köszönhetően jelenhetett meg. Sajnos most még nem lesz közkincs, mert én azt gondolom, hogy közkincs lesz mindenképpen, mert hogy ugye a koronavírus járvány okán, de abban a pillanatban, amikor elnyűlnek, és olyan intézkedéseket lehet hozni, hogy a közösség találkozhat, akkor a Városháza dísztermében lesz a bemutató. Biztos fontos volna, hogy közkincs legyen, mert csak azért is, mert nagyon olvasmányos, ahogy belelapozgattam a könyvbe, tényleg élvezett volt olvasni, és nem kellett attól tartani, hogy majd nem értjük meg. Mert igen, hát Vili bácsi egy rendkívül bölcsember volt. Olvasott ember, bölcsember volt, aki nagyon sok mindent megélt, és azt is tudja, hogy hogy kell ezt elmondani. Nem elmesélni, mert ahogy Magdolna is az előszóban, Magdolna lánya mondta, hogy nem lehetett azt mondani neki, hogy na akkor mesélj apa vagy papa, mert nem mesél, mert ez valóság. Ez minden egyes történet hiteles. Mielőtt elköszönnénk, még van egy kis időnk, és tudom, hogy Vaklár Lajos nem áll meg. Itt most van egy csodálatos könyv a kezünkben, egy nagyon szép alkotás, de tudom, hogy már készülsz újabb könyvekre. Igen, rövidesen nyomdába kerül, bízom benne, a Fehérvár sportkönyvének az első része, ahol megint a múltban révedezem, mert hiszen azokat a sportolókat szólítottam meg, akik nagyon sokat tettek azért az elmúlt időszakban, hogy Fehérvár igazi sportváros lehessen. Tehát gondolok itt elsősorban arra, hogy kosárlabdázók, kezdjük a kosárlabdával, Balsai Fivérek, Nagy Gábortól, Dávid Kornél, Matus Sanyi, tehát az első csapat közben Farkas Sanyi, tehát legendákról beszélünk, vagy a jégkorongosok, a 76-os, ide került Pesti Volános, Pallatóni, a kapustól értelemszerűen eljutunk egészen a, azt mondom, hogy a Kógeréken át, az Ocskaiakön, Palkovics Krisztiánig, vagy a futballisták, a Fischer Tíber, Fejes Gabi vonulattól, a Kis Horváth Gabiig, Bekő Balázsig, és közben ott vannak Csongrádi Feriék, Diszpeték és a többiek. És nagyon sok mindenki, hiszen benne van Demeter Jóska, mint az első öttusa Európa-bajnokunk, Vörös Zsuzsa, mint az első olimpiai bajnokunk, számtalan edző, orvos, még Molnár Feri bácsi a gyúró is, hiszen ő is minden tiszteletet megérdemel. Sportolóink jó része, akiket felsoroltál, már eltávolodott a sportágától. Mit tapasztal? Szívesen nyílnak, meg szívesen emlékeznek vissza? Igen. Miértatlanul keveset foglalkozunk ugyanakkor a régiekkel. Én tudom, hogy száguld a világ,
és ma már azt mondják, hogy mi például kockás volt a labda, amikor mi játszottunk, mondjuk ifjúsági válogatott szinten, de én másként gondolom ezt, és ők is másként hiszik. Ez körülbelül olyan, mint a másik kötetben, ugye ott pedig a fehérvári beszélgetések 4-ben, hogy most valamennyi színész megszólal már, mint ha azt mondanák Gáspár Sándornak, a Csámpinak, hogy az már nagyon régen volt, amikor te színész voltál, hát nem. Akkor is voltak csodapillanatok, mondjuk 30-40 éve. Ami Demeter Vilmos könyvvel kapcsolatban említettük, ez a sportolókra is vonatkozik, hogy nem csak magát a sportolót ismered meg, hanem az ő életén keresztül azt az időszakot is? Igen. Tehát jellemzően a sportolók is úgy beszélnek életükről, hogy egy kis képet kaphatunk ő időszakukról? Nem értettem a véget. Igen, és ráadásul én kerülöm a bulvárt. Tehát nincsenek benne bulvár történetek, az kinek lelke rajta, ha ilyet látna bele, nincs. Vannak különleges pillanatok, nyilvánvaló, mint ahogy a Vili bácsi életében is volt, és a valamennyi könyvemben, hiszen portrébeszélgetésekről van szó, vannak olyan meghatározó esetek, történések, amelyeket csak érintőlegesen beszélünk róluk, de mondom, a bulvárt kerüljük, mert hogy ők példaképek, példák és példaképek. Melyik típusú könyved lehet pihentetőbb? Akkor, amikor egy könyvben megjelentetsz több életutat, vagy amikor egy egész könyvet szánthatsz egy méltóság életútján? Nem lehet összehasonlítani szerintem. A Vili bácsival nekem az a problémám, hogy ebben az értelemben, hogyha valaki leül, és olvas olyan szándékkal, hogy ezt szeretné megismerni, akkor bizony mondom, hogy nem fogja tudni letenni. Mert akkor átgondolja, belegondol, szárnyal a képzelete, oda képzeli magát, és hitetlenkedve néha csóválja a fejét, hogy mi minden történhetett meg egy ember fiával. És hogy a történések ellenére, ha rossz történt, akkor is miként lehet azon túllépni. Tehát ez olyan mélységet takar minden egyes gondolat Vili bácsitól, ami azt mondom, hogy nem lehet letenni. A másik, tehát a portrékötetek, azok pedig arra valók, hogy 15-20 ezer karakterről próbáljuk meg összefoglalni mindazt, ami velünk történt, lett légyen az 40 év, vagy 50 év, vagy 20. A féle kikicsoda formájában? Igen. Ami azért tényleg elég kevés lehetőséget ad. Nagyon sok emberrel készítettél így portré beszélgetést. Mással nem készülsz egyéni kötetre? Nem. Most van még egy emlékkötet, ami szintén egy nagy életrajzi regény, a tragikusan elhunyt Jung József labdarúgó edző. Tehát kaptam egy felkérést, illetve rövidesen majd nekiesem a fehérvári nagy színészkönyvnek is. Az is más lesz, mert lesznek benne portrék, de nyilván olyan leírások és olyan történések, ami egy teátrumot jellemez évközben, ami egy-egy darab kapcsán előfordul, ahol megszólal a szerző, rendező és színművész egyaránt. Szakosodni nyilván nem tudtál, mégis melyik típushoz húzódsz jobban. Foglalkoztál politikusokkal, sportolókkal, színészekkel, művészekkel? Voltak éppen mindegy. Én azt gondolom, például most Kelemen András államtitkár is szerepel a fehérvári beszélgetések 4. kötetben. Én élvezettel hallgatom az ő gondolatsorát, hiszen a rendszerváltás után mi minden történt hazánkban, Magyarországon, az körülbelül majd 20 év múlva olyan mélységeket fog takarni, mint amikor most olvasunk Vili bácsitól, hogy mi történt a II. Világháború után, illetve az eszmélés pillanataiban. Tehát voltak éppen mindegy. Viszont a sportolók azért érdekesek, mert ahogy már az imént beszéltünk róluk, méltatlanul keveset foglalkozunk velük. Pedig ők legendák voltak. Igaz, hogy 30 éve, és nem húzzák ki magukat az utcán, de azért azt mégis fájlalom, hogy már egyáltalán nem törődünk velük. Ez is igazolja, hogy sokoldalú író vagy, mint ahogy sokoldalú újságíró és szerkesztő is vagy. Gratulálok!
a legutóbbi könyvedhez, és sok erőt, energiát kívánok a többihez. Nagyon szépen köszönöm ezt a megtiszteltetést, hogy ezt a beszélgetést én folytathattam veled. Én köszönöm, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a műsorban Vakter Lajossal beszélgettünk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!